27. apríla primátor mesta Slavomír Borovský odovzdal Tamášovi Elekovi osvedčenie o zvolení za poslanca. Mal som tú česť dneska odovzdať osvedčenie o mandáte pre pána Eleka, ktorý je v podstate novým členom poslaneckého zboru. Pán Kováč sa rozhodol, že bude pracovať pre mesto. Podstatné je, že v zastupiteľstve budeme mať už aj takú tzv. Mladú krv. Prichádzajú mladí ľudia. Toto je podstatné, aby nastupovali mladí ľudia do vedenia mesta a aby aj rozhodovali z časti o tom, ktorým smerom máme ísť. Ja to považujem za veľmi dôležitú vec, to omladenie, aby sme nestagnovali, pretože mladí ľudia prinášajú mnoho nových myšlienok, možno aj nový prístup a možno aj nový náhľad na veci, ktorý by nás mal obohacovať. Takže pogratuloval som mu, som rád a na ďalšom zastupiteľstve už budeme plne pracovať v počte 13 poslancov plus primátor mesta. Hát, ha már így hozta a sors, akkor úgy döntöttem, hogy természetesen el kell vállalnom ezt a mandátumot, kitölteni a bő egy évet még, ami hátra van a következő választásokig, úgyhogy gondolkozás nélkül elvállaltam. Mindenféleképpen a város fejlődését fogom magam előtt tartani. Nagyon fontos számomra, hogy a magyar iskola végre felépüljön, a gyerekek szeptemberben ott kezdhessék tanulmányaikat. Számomra ez az első prioritás. Hát számomra egyenlőre friss minden, természetesen időre van szükség, míg belezökkenek, megértsem, hogy mi, hogy működik a városon belül, és bízom benne, hogy a csapat elég jól együtt fogunk működni a polgármester úrral is, és az összes többi képviselőtársammal. Tamášovi Elekovi blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov v jeho práci. Z 22. apríla sme oslavovali Deň Zeme. Pri tejto príležitosti ľudia v Budulove v areáli Voda a život každoročne vysádzajú okrasné čerešne. Nebolo tomu inak ani tento rok. Chádzame sa tu 6. krát, keď pred 6 rokmi sme sa rozhodli, že zasadíme japonské čerešne, ktoré v podstate nám každý rok budú krásne kvitnúť. A tieto čerešne si odkúpi občan Moldavy alebo aj blízkeho okolia, aby mohol potom po čase ukázať svojim deťom, vnúčencem, že tento strom som zasadil buď pre vás alebo pre mňa, ale každý strom má svoj názov. Sme prišli posadiť mojej sestre strom, lebo ja už svoj stromček mám a chceli sme aj jej urobiť takéto prekvapenie a zakúpiť aj jej stromček. Zapáčilo sa mi to, tak sme išli sadiť a dosť ma to zabáva. My sme tu prišli zasadiť stromček, lebo dneska je deň zeme. Tu dobrá atmosféra, dobrý vzduch, dobré všetko. Myšlienka zasadiť svoj vlastný strom má medzi obyvateľmi z Budulova a okolia veľký úspech. Zasadiť ho je jednoduché a stromy sú nielen krásne, ale aj užitočné. Dávajú kyslík a skrašľujú prírodu. Pre planetu to robí dobre. A čo hovoríš na to počasie? Je trošku chladivé. Tohtoročný apríl neostal svojej povesti nič dlžný. Bol skutočne bláznivý aj na Deň Zeme, keď sa v areáli pri Budulovskom rybníku vysádzali stromčeky. A po náročnom roku pandémie primátor mesta Moldavy nad Bodvou Slavomír Borovský urobil pekné gesto. Primátor mesta Moldavy nad Bodvou rozhodol, že zasadí tu za mnou tieto tri stromy, ktoré budú tu zasadené na počesť obetiam covidu. Bude to aj s lavičkou, aj s pamätnou tabulou, aby každý si tu mohol posedieť a zaspomínať na svojich blízkych, eventuálne na tých, ktorých práve v rámci tejto pandémie stratil. 30. marec bol pre študentov a učiteľov gymnázia Štefana Mojzesa nezvyčajný, obohacujúci, plný dojímavých chvíľ. Spojili sa s Maxom Tiborom Ajzenom, rodákom z Moldavy nad Bodvou, ktorého kruto zasiala druhá svetová vojna a deportácie Židov do koncentračných táborov. Celé sa to začalo asi pred mesiacom, niekedy začiatkom marca, úplnou náhodou, keď vlastne na Facebooku niekto zdieľal túto knihu, že odporúčajú ju prečítať, že je to človek, ktorý vyrastal v Moldave a ktorý prežil koncentračný tábor.
To ma hneď zaujalo, lebo jednak ma zaujíma aj tá téma a jednak samozrejme rodák z Moldavy. Okamžite som si ju objednala, za 2 dní som ju schltla. Som hneď kontaktovala kolegu, dejepisára, že mám takú knižku a že dala by sa tá knižka deťom odporúčiť a používať. A on mi hovorí, že Dalibor, náš bývalý študent, ktorý študuje históriu a je fanatik do histórie, tiež mu spomínal túto knižku a že tiež sa pokúšal teda skontaktovať toho pána. Lebo ja už predtým teda som si začala hľadať informácie o autorovi, a som zistila, že ten pán stále žije v Kanade. A ja som mala také šťastie, že som našla, že vlastne pán Eisen vzdeláva, čiže on chodí na školy a do firiem a tak robiť prednášky, lebo posledná vec, o ktorú ho otec poprosil, bolo, aby keď to prežije, aby porozprával, čo sa stalo. Takže on tomu v podstate zasvetil svoj život. No a napísala som do centra Simona Wiesenthala, s ktorým pán Eisen spolupracuje. No a na druhý deň ráno, keď som sa zobudila, už som mala mail priamo od pána Eisena. Veľmi krátky, že ahoj Katarína, veľmi rád sa porozprávame s tvojimi študentmi. Bol to veľmi zlatý pán a rozprával mi o tom, ako bol šokovaný, dojatý, prekvapený, úplne ho zaplavili také emócie, že z jeho rodného mesta sa mu ozvali. This email is from Moldova. I said, what? I was in shock. And the teacher is looking for me to speak to her students. Well, this was really huge. I mean, I was overcome with emotions. And remembering the wonderful years and the ending and 15 years I lived there, I was really charged and all these memories were coming back. Who would have thought that I would be speaking to a school in Moldova? At my age, Katarina, you were lucky that I'm only 92, because had you waited a few more years, who knows, it could have been a different story. V knihe Nemusel som prežiť opisuje tento rodák z Moldavy nad Bodvou svoj príbeh, kedy ako dieťa prežil koncentračný tábor. Zaujímavý titul v slovenskom preklade má u svoje miesto aj v školskej knižnici gymnázia Štefana Mojzesa. Keď sa otvoria brány škôl, budú si ju môcť požičať všetci záujemcovia. A my sa životu Maxa Tibora Eisena budeme venovať v niektorom z najbližších magazínov z nášho života. Predaj na novom trhovisku len sa riadi príslušným trhovým poriadkom. Rozhodnutím správcu trhoviska, ktorým je mesto Moldava nad Bodvou, sa určili trhové dni, ako aj prevádzkový čas či čas zásobovania. Trhovisko je krytým priestranstvom, ktoré je vybavené predajnými pultmi a informačnou skrinkou. Nájomné je určené v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia. Za celý predajný pult na deň aj začatý sa platí 5 eur. Takisto 5 eur je nájomné za užívanie verejného priestranstva na trhovisku za účelom predaja z auta na deň, aj ten začatý. V pracovných dňoch sa nájomné platí do 8.30 v pokladni Mestského úradu na Bartelošovej ulici číslo 16. Nájomné na víkend je potrebné predplatiť počas pracovných dní, inak nie je možné obsadiť predajný pult. Je možno si zakúpiť miesto aj na dlhšie obdobie ako jeden deň. Predávajúci je správcovi trhoviska povinný predložiť povolenie na predaj výrobkov i poskytovanie služieb a preukaz totožnosti. Povinnosťou predajcov je zabezpečiť dezinfekčné prostriedky. Po prevádzkovom čase je na trhovisku zakázané skladovať obaly, vrecia, prepravky a podobne. Taktiež je zakázané parkovať motorové vozidlá. Predávajúci je povinný zobrať so sebou vyprodukovaný odpad. Predajný pult a jeho okolie musí nechať čisté. V prípade porušenia ustanovení trhového poriadku sú orgány dozoru oprávnené ukladať pokuty a robiť účinné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu. V prípade otázok kontaktujte Štefániu Vitézovú na uvedenom telefónnom čísle. Mesto Moldava nad Bodvou pripravuje na roky 2022 až 2027 komunitný plán sociálnych služieb. Na tomto dôležitom dokumente môžu participovať aj občania mesta. Hlavnou úlohou komunitného plánu je rozvoj a plánovanie sociálnych služieb pre potreby komunity tak, aby zodpovedali špecifiká mesta a potrebám občanov.
Úlohou mesta je vytvoriť komunitný plán sociálnych služieb ako záväzný dokument. Preto je o to dôležitejšie, aby v ňom boli obsiahnuté potreby, postrehy či očakávania občanov, ktoré môžu byť následne prenesené do praktickej roviny. V súčasnosti prebieha zisťovanie sociálnych potrieb obyvateľov mesta prostredníctvom dotazníka. Ak ste tak ešte neurobili, môžete ho vo vlastnom záujme vyplniť na webovej stránke mesta, a to do 30. apríla. Spomínaný anonymný dotazník slúži ako súhrn informácií a názorov na sociálne služby poskytované mestom. V nasledujúcom období rokov 2022 až 2027 chce mesto tieto poznatky využiť na zlepšenie života ľudí v Moldave nad Bodvou. Celý svet oslavoval vo štvrtok Deň Zeme. Tento sviatok, pripadajúci vždy na 22. apríla, upozorňuje na to, aby sme si viac vážili svoju planétu. Každý rok sa navyše sviatok našej Zeme nesie v duchu inej témy. Tento rok to boli slová "Obnovme našu Zem". Aj v moldavských školách sa tento deň upriamovala pozornosť na ochranu našej planéty. Pre škôlkarov si učiteľky prichystali mnohé aktivity, pri ktorých sa spoločne zamýšľali nad tým, ako môžu chrániť životné prostredie. Podobne to bolo aj v základných školách, kde sa rozprávali o tom, čo môžu urobiť preto, aby pomohli našej planéte. Pritom triedili odpad, či napríklad sadili kvety. Na Svetový deň Zeme sa do dobrovoľných aktivít zapojili aj študenti gymnázia Štefana Mojzesa. Oslavy Dňa Zeme sú síce za nami, no najlepšie si ju uctíme a každý z nás urobí malý krok jej ochrane. Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje obyvateľom mesta, že od 15. apríla 2021 došlo k zmene vývozcu komunálneho odpadu, ktorý pre mesto zabezpečuje firma Kosit Košice. Pre obyvateľov mesta platí od 26. apríla 2021 nový harmonogram zvozu. Kalendár vývozu triedeného odpadu zostáva nezmenený. Obyvateľom sa ospravedlňujeme za nepríjemnosti počas prvých dvoch skúšobných týždňov. Akékoľvek problémy súvisiace s nevyvezením komunálneho odpadu, hláste mestskému úradu alebo priamo na bezplatnú zelenú linku Kositu. Április 27-én Borovszky Slavomír szepsi város polgármestere átadta Elek Tamásnak a kinevezési okmányt, amely képviselői hivatalba helyezi a választási időszak hátralévő részére. Hát ha már így hozta a sors, akkor úgy döntöttem, hogy természetesen el kell vállalnom ezt a mandátumot, kitölteni a bő egy évet még, ami hátra van a következő választásokig, úgyhogy gondolkozás nélkül elvállaltam. Mindenféleképpen a város fejlődését fogom magam előtt tartani. Nagyon fontos számomra, hogy a magyar iskola végre felépüljön, a gyerekek szeptemberben ott kezdhessék tanulmányaikat. Számomra ez az első prioritás. Hát számomra egyenlőre friss minden, természetesen időre van szükség, míg belezökkenek. Megértsem, hogy mi, hogy működik a városon belül, és bízom benne, hogy a csapat elég jól együtt fogunk működni a polgármester úrral is, és az összes többi képviselőtársammal. Mal som tu česť dneska odovzdať osvedčenie o mandáte pre pána Eleka, ktorý je v podstate novým členom poslaneckého zboru. Pán Kováč sa rozhodol, že bude pracovať pre mesto. Podstatné je, že v zastupiteľstve budeme mať už aj takú tzv. Mladú krv. Prichádzajú mladí ľudia. Toto je podstatné, aby nastupovali mladí ľudia do vedenia mesta a aby aj rozhodovali z časti o tom, ktorým smerom máme ísť. Ja to považujem za veľmi dôležitú vec, to omladenie, aby sme nestagnovali, pretože mladí ľudia prinášajú mnoho nových myšlienok, možno aj nový prístup a možno aj nový náhľad na veci, ktorý by nás mal obohacovať. Takže pogratuloval som mu, som rád a na ďalšom zastupiteľstve už budeme plne pracovať v počte 13 poslancov plus primátor mesta. Elek Tamásnak gratulálunk és sok sikert kívánunk további munkájához. A Víz és Élet Nonprofit szervezet hagyományait megtartva 6. alkalommal idén is megemlékezett a Föld napjáról.
Április 22-én csütörtök délután a bolondos időjárás ellenére is sokan felkeresték a bodollói halastavakat. A fiatalabbak japán cseresznyefákat ültettek el, így a tó közelében ma már 96 facsemete látható. A rendezvényre ellátogatott Mudi Róbert berzétei református lelkész is népes családjával a rozsnyói járásból. Nagy örömmel jöttünk, ismerjük ezt a mini kis oázist, és mi kértük azt, hogyha a legközelebb lesz faültetés, akkor hadd jöhessünk a gyerekeinkkel. És így a 6 gyermekem most ültetett egy fát. Nagy-nagy öröm van bennünk, és szívesen jövünk ide máskor is. Úgy gondolom, hogy nekünk embereknek pedig különös kötődésünk van a fákhoz. Ahol fa van, ott élet van. A fa az végig kíséri az embert egész életén át. Ebből van a bölcsője, ebből vannak a gyerekjátékok, az íróasztala, a széke, majd a koporsója is. És hogyha megtanuljuk azt, hogy egy fára pedig különösképpen fel kell nézni, ez Jézusnak a golgotai keresztje, akkor az embernek az élete úgy a helyére kerül. Úgyhogy minden egyes fa ültetésnél ott vagyunk, és tanítjuk az embereket. Minden fa egy-egy tulajdonossal rendelkezik, aki támogatta a megvásárlását, elültette és nevelgeti azt. Szepsiváros önkormányzatának anyagi hozzájárulásával 3 cseresznyefa került a tó mellé. Tervben van egy kis pad és egy emléktábla elhelyezése is, amely a vírusban elhunytaknak állít majd emléket. Köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban egy kis boldogsághormon csempészünk az otthonaikba, és ezt nem másként és más valakivel fogjuk tenni, mint Kuzma Évával, aki hobbi szinten űzi az édességkészítést, mesebeli tortákat készít, és még sok minden mást. Köszöntelek, Éva! Üdvözöllek titeket a birodalmamban! Hogyan kerültél kapcsolatba az édességekkel, legfőképpen a tortákkal? Hát mindig közeli volt, közel állt hozzám a művészet, szóval kiskorom óta nagyon szerettem mindig rajzolni, és hát soha nem gondoltam volna, hogy épp a cukrászat, meg ebben az iparban fogok majd tevékenykedni. Akkor mióta években mérve, milyen hosszúságban, évek hosszúságában dolgozom már édességekkel? Az első tortámat a kislányomnak készítettem az első születésnapjára, és ma már a kislányom 18 éves. Milyen tortákat készítel? Mert ezek azért a környéken ismerjük, vagyis én úgy ismerlek téged, hogy mesebeli torta készítő. Nem csak mesés tortákat, de milyen tortákat készítel ezen kívül? Igénytől függő az egész, de viszont nagyon szeretem a mesés tortákat. Hogyan lett ez a hobbi már napi szintű hobbit? Tehát gondolom fejlesztetted magadat. Természetesen különböző tanfolyamokon veszek részt, illetve sokat böngészek az interneten, onnan merítek nagyon sok életet és inspirációt. Minden egyes technikát valamilyen tanfolyamadon tanultál, vagy valamit önképzésben itthon leültél, megnéztél egy videót és általa? Persze mindent nem lehet megtanulni tanfolyamokon, szóval igen, itthon is szoktam magam képezni, mert mindig valamit ellesek. Kísérletezel is, gondolom, újabb technikákat próbálsz ki. Természetesen nagyon sokat, rengeteget, de viszont ennek nagyon nem örül a férjem, mert akkor nagyon sok mindent kell itthon kóstolnia. Ez egy elég időigényes hobbi, valljuk be őszintén, a család mellett azért lehet egyeztetni? Hát kénytelen vagyok, mivel hogy szeretem, és hogyha valamit az ember szeret, akkor az így megyen. És a család, gondolom, ebben segítségedre van. Igen, nagyon is. Áruljuk el a nézőknek, hogy milyen ízesítésű tortákat készítel. Különböző ízű tortákat szoktam. Per pillanat nagyon menő a mascarpone, málnával, illetve a pisztáció, karamella, csokoládé. Milyen klasszikusabb ízek is. A tortákon kívül egyéb ilyen kreációk, amelyek születnek a kis műhelyedben? Természetesen utóbbi időben épp a francia desszertek, tehát nagyon menő és nagyon trendy, és ezt szerettem volna a hazaiaknak is bemutatni, illetve a pralinéka bombonok, a belga csokoládé. Időben mit jelent egy tortána, egy torta készítés az alapoktól, ahogy megsütöd a piskótát, onnantól kezdve az mennyi idő, még elkészül az alkotás? Ez egy ilyen több napos folyamat, Erika.
A kb. Egy olyan összetéve talán 14-15 óra is, de hát a különböző attól függ, hogy milyen tartáról van szó. A pralinék és ezek a francia desszertek, amelyeket készítel, ezek is ilyen nagyon időigényes dolgok? Ezek viszont úgy készülnek, hogy a francia desszertekre vannak formák, ebbe ezt be kell önteni, és ez aztán mélyhűtőben van, és mikor szükség van rá, akkor kihúzom és díszítem. A praliné viszont ez egy egész napos munka, arra tényleg szükségem van, hogy itthon legyen az egész család, és csak annak szentelem egész napomat. Nézzük akkor most ezeket a mesebeli tortákat, amelyeket készítel. Úgy tudom, hogy most is bealkottál valamilyen tortát, nem tudom, milyen ízesítésű lesz, és mi lesz rajta, majd ezt elárulod. Természetesen egy mesebeli tortával készültem ma, és ennek a folyamatát fogom most majd fogjuk együtt bemutatni, a Kisvakond című mesét. Ez egy emeletes torta lesz egy alaprésze, és a tetején lesz még egy emelet, és majd mutatom, hogy. Jó, akkor lássunk is hozzá. Szóval itt van az alaptortánk, és akkor ebben mennek majd az oszlopok, és erre fogom ráhelyezni a felső emeletet. Ezek olyan technikák, amelyeket otthon is azért a házi asszonyok úgy elleshetnek tőled a mostani műsorból? Szerintem igen. Igen, ez nem olyan igényes. Akkor figyeljünk, hölgyek és urak! Szóval szívószálakat fogok használni, ezek lesznek az oszlopaim, és erre majd ráhelyezek egy kisebb tálcát, és ezen lesz a második emelet, és ugye az emelet, hogy ne süppedjen be a tortába. Ez nagyon fontos mondjuk, nem csak nyáron, de viszont télen is, mert a felső emelet általában nehezebb. A közepébe gondolom, meg így körén? Úgy szeretném majd elkészíteni, hogy egy picit hátrébb menjen, mivel itt vannak készen a figurák, hogy ráférjenek így előre. Értem. Szóval ez lesz itt az eleje, el van készítve airbrush technikával, be van satírozva, be van fújva, mivel hogy itt majd fű lesz. És a felső részt majd mutatom, ott majd lesz az égbolt és az kék. Szóval kb. Itt lesz a közepe, ez itt az eleje. Ezt megtervezed előre, hogy nézzen ki, lerajzolod magadnak, vagy csak a fejedben születik meg, és ezt váltod valóra? Komoly tervezést igényel egy tortakészítés. Van úgy, hogy leszoktam rajzolni, de néha van úgy, hogy csak ugye elképzelem, és néha más is az eredmény, de viszont mindig elégedett vagyok. Amit különböző eszközök is most már kikerültek, vagyis előkerültek a háttérből, amely nem biztos, hogy egy házi asszonynak van, de azt hiszem egy kanállal is bele lehet nyomni. Természetesen. Ennek a szívószálnak olyan hosszúnak kell lenni, mint maga a torta, ugye? Persze. Hát ez mint egy oszlop. Mint egy oszlop. Szoktam figyelmeztetni, igen, az embereket, nem, hogy aztán belevágnak. Ezt úgyis mindenki észreveszi. Ez a pálca, ami a kezedben van, ez már kifejezetten egy cukrász kellék? Igen, cukrász ebben lehet megvásárolni. Szóval, hogyha egyenesen megyen, igen, hogy stabil legyen. Körülbelül hány kilót nyom majd, ami rákerül? Nem szoktam soha mérni a tortákat, de kb. Ez az alap egy olyan 4 kiló lehet. Plusz még a felső emelet, lehet, hogy összesen lesz egy ilyen 7 kilós ez a tortánk. A mai tortánk. Ez marcipán vagy fondán? Fondán. Marcipánnal is dolgozol, vagy vegyesen? A marcipánt főleg a pralinékbe szoktam, mint tölteléknek használni, nem nagyon szeretem a torta tetejére, viszont ízben persze, hogy finoman. Jobban szeretem viszont a tortákat, amik nincsenek bevonva fondántal, szóval csak így krémmel körbekenve. És egyre trendibb ez ma. Bekerültek az oszlopok, következő lépés. Mostán bekenjük krémmel, hogy aztán hozzátapadjon az a tálca a felső emeletünk, igen. Nem kell belőle sok, illetve csak itt tényleg egy picurka. Ez az a krém, amely a belső ízesítés is? Kétfajta krémet használok. Az egyik, az bent van a torta közepébe, a belsőbe, és aztán van egy másik, mondjuk például ez az, amelyel körbekerem a tortát, és arra megyen majd rá a fondant. Szóval ennyi elég. Itt akkor három lap van, ugye? Négy. Négy lap és három réteg krém. Így volt a kérés, vagy te? Általában ilyen magas tortákat, ilyen nagyokat készítek. Inkább magasak, mint szélesek. Igen, egyébként ez mutatósabb is. Na most akkor ez lesz az eleje. Tehát most rákerül. Igen. Ugye az emelet. Most levegőt se vegyünk. Megigazítjuk, igen, hogy jól legyen. Szép egyenes minden oldalról. Jön az eszközöm, kicsit megnyomkodjuk,
egyenes legyen, igen. Így. Ezeket az eszközöket csak a torta készítésre, vagy a csokoládé praliné készítésére használjuk. Igen, természetesen, igen. Igen. Na, és hogyha már készen van, összevelekve a két torták, következik a díszítés része. El van itt készítve nekem már ragasztó, persze élelmiszeriparban használó ragasztó. És akkor ezzel most bekenjük, és megyünk, megcsináljuk a füvet köré, vagy eldugjuk, eltakarjuk ezeket a csúnya részeket. Az átmeneti részeket. Persze. Uh-huh. Ezt így körbekenem vele. Ennek van íze? Nem, ennek semmi íze nincs. Otthon lehet, ezt hogy lehet kiváltani? Ezt meg lehet venni, mint porban, és akkor el van keverve vízzel. Illetve otthon, hogyha szeretne valaki ragasztót használni, nagyon egyszerűen lehet tojásfehérjét is ebből a célból felhasználni. Előre elkészítettem a füvünket, fokhagymapréssel. Igen, fokhagymapréssel. És akkor csak így felhelyezzük már a ragasztóra rá. Tehát ez is fondán, csak fokhagymapréssel van kinyilva. Igen, majd megmutatom a folyamatát, hogy te gondolod. Árnyalat, az nagyon fontos, hogy szép legyen. Hát visszaköszönjön az a fű, minthogyha fű lenne. Igen. Ezt megtehetjük, ezt a ragasztást mondjuk krémmel is, nem? Természetesen. Vagy akkor akár nagyon krémmel, csöpörös lesz. Nem. Akár krémmel, csokoládéval, bármival. Egy ilyen tortára körülbelül mennyi fondán kerül? Fúha, megfogtam. Attól függ, hogy milyen a díszítés. Természetesen. Kb. Szerintem egy olyan 2-3 kg díszekkel együtt. Lehet, hogy sokat mondtam. Mert a díszekre is más fajta fondantot használok, meg a figurákra is. Tehát azok keményebb, ugye? Vagy jobban formázható? Lehet, hogy több kakaóvaj kell, hogy tartalmaznak. Nem is tudom. Már ki van próbálva. Tehát így kitapasztaltad, hogy erre más kell. Uh-huh. Igen. De hátra valami másat kell, azt kitalálnunk, mert nem hagytam elég helyét a főnek, nem baj, majd máshogy. Ezt egyébként úgy szoktam, hogy mikor elkészítem ezt a füvet, akkor már is ragasztom, uh-huh. Mert ilyenkor már megkeményedik, kicsit nehezebb beledolgozni, látod már, hol. Igen, látom, hogy már eléggé masszív. Hogyha puha, akkor jobb beledolgozni. Mind a két része ugyanolyan nézesítésű belőle? Nem, nem. Mindig arra törekszem, hogy kipróbálják az emberek a többfajta ízeimet. Az alsó, az per pillanat csoki erdei gyümölcs, és a felső része az meg ilyen mascarpone eper darabokkal. El is készítettem, nektek meg lehet kóstolni. Jó, élünk majd a lehetőséggel. Számodra melyik volt az a torta, amely a legszebb volt? Igazán azt mondod rá, hogy ez a sikerült azt megalkotnod, amit elképzeltél? Szerintem a menyasszonyi torták. Ezek mind olyan szép romantikusak, mert ezt is nagyon szeretem. De viszont ezek a mesés torták is. A legutóbbi szerintem a spongyabob az eléggé nagy sikere volt. Nagyon szép színes. Tehát minél több színt tartalmaz a torta, vagy ahogy a színek harmonikusan összeilleszkednek? Inkább passzoljanak a színek egymáshoz, inkább az a fontos. Legnehezebb tortád? A legnehezebb tortám szerintem egy 3D-s forma egyes autó volt, illetve az ilyen konstruktív torták, ilyen technikai autók, biciklik, motorbiciklik. Például volt egy ilyen vétrészes tehergépkocsi. Igen. 8 órás munka, csak a teherkocsi elkészítése, és még a torta sehol. Melyik részét szereted ezeknek a tortakészítés folyamatának? Mivel inkább művész vagyok, inkább ez az utolsó fázis ennek a munkának, a díszítése. Itt már tényleg minden készen van, és már csak összeillesztem, hogy minden harmonikusan szépen rajta legyen a tortán. Ezeket a figurákat tudja elképzelni, hogy leülsz este, és meggyúrod, vagy napközben, vagy hogy látod? Rendkívül, tehát gyönyörűek, és látni, hogy szíved, lelked benne van. Köszönöm. Általában akkor szoktam őket formálni, mikor egy kis időm van, néha tényleg este, néha napközben,
és nagyon időigényesek, szóval van, úgyhogy egy pár, mondjuk nem konkrét ezeket, de van, úgyhogy néhány 8 óráig is gyurmálok vagy autót. A finom motorikád az akkor eléggé fejlett. Ezáltal, hogy állandóan gyurmázol. Van, hogy a család is besegít? Gyurmázásban? A fiam szokott ilyen. Nagyon élvezi. A családban van, aki még ilyen hobbi tűz, mint te? Nem tudok róla, de viszont a fiamnak vannak ilyen hajlamai, ő is imád rajzolni, szóval bízom benne, hogy az évek során majd valami kialakul belőle is. Van egy kis művész érzéke neki is. Távlati terveid, céljaid a hobbidon belül, mi az, amit még el szeretnél érni, kipróbálni? Biztos van még olyan technika vagy édesség, amit nem próbáltál és szeretnél? Még a francia desszertek terén szeretném magam jobban fejleszteni és ezeket az új trendeket behozni ide hazaérkenek, de viszont mindig van valami új, amit ki lehet próbálni. És most, ahogy mondod ezeket a francia desszerteket, van, tehát aki megvizleli, visszatér hozzád, hogy én kérek még. Természetesen ez mindig így van, mert ezek tényleg nagyon finomak, ezek egészen más ízek, mint amihez az emberek szokva vannak nálunk. Tehát ide jönnek a szereplők, és a tetejére majd a gondolom a kiírás, ugye? Hogy ki lesz a torna? Igen, az is majd még benne lesz, és még lufikat készítettem csokigolyókból. Ez most nagyon menő, azokat is mindjárt felhelyezzük a tortára. A fondánon kívül a pici drótokat látok, még mi az, amit szoktál alkalmazni a díszítési technikákban? Általában ilyen drótocskák, fogpiszkálók. A díszeket általában saját kezűleg szoktam én mind megformálni, meggyurnálni. Te is kóstolgatod a tortáidat, vagy... Mert ez általában úgy szokott lenni, hogy akinek valami a hobbija, akkor azt úgy nem nagyon. Tehát ő önmaga nem nagyon szereti, vagy ízleli, tehát így. Természetesen mindig megkóstolom, hogy milyen a krém, nehogy véletlenül sok kerüljön vele. De viszont nem szeretem a tortáimat, nem szoktam őket enni, de mások süteményét nagyon szeretem. Most mi az, ami gyúr szépen? Per pillanat szeretném elkészíteni, mert csokigolyókból lesznek itt fent, elufik, és ahhoz ezeket a madzagokat, amiket majd a kisfakonda kezébe fog tartani, és én azt mondjuk mostan egy kicsikét. Hú, és ezt hogy fogjuk készíteni? Mindjárt mutatom, ez egy ilyen eszközöm hozzá. Ez micsoda? Ebből fogunk csinálni az ilyen hosszú, egyenletes zsinórokat. Pillanat. Ez már egy cukrászeszköz. Igen. Erre már nem jó a fokhagymanyomó. Lehet, hogy meg lehetne oldani, de szerintem összetapadna. Próbálom szétszedni, és így egyenként. Ez csak így csüngni fog, tudod? Itt van az eleje, és ezt csak így ide-oda tapasszuk, ugyanúgy a ragasztónkkal. És a lufi az szintén marcipán? Nem, az csokigolyó, itt van előkészítve. Ezek fognak majd felkerülni, ki vannak már pontosan. A csokigolyók azok hogy készülnek? Már a speciális formán van. Amely a beleöntöd, és aztán igen, összeilleszted őket. Természetesen. És a külseje hogy kap ilyen szép színt? A formák előre vannak ki színezve. És milyen ízesítésű az a csoki? Mindig van valami különleges íze, vagy csak... Ez simán tejcsoki, belga tejcsoki, mert belga csokival dolgozom. Ezek hány százalékos csokoládéka? Hát van étcsoki is, ami 72%-os, aztán azt mondom, hogy ez 56%-os, és a fehér az talán 28. Nem vagyok biztos. Na és most ennek megolvasztottunk egy kis fehér csokit, és ezzel fogjuk felhelyezni majd a tortára a csoki golyónkat. Levegőt se vesztek. Nem. Levegőt se veszünk, nehogy véletlenül lássik. Tehát ezt már előre tudtad, hogy ezt úgy akarod oda tenni. Igen. Meg volt tervezni. Ezt meg kell tervezni. Megpróbálom eltakarni ezeket a fehér csoki összetételeket is, hogy ne legyen annyira látni. Nos,
jól lesz így? Szuper. Álmomban nem gondoltam volna, hogy így össze tudjuk illeszteni. Rendben. Akkor most szerintem élet a napocska. Ezt ide terveztem. És jönnek a katicabogarak. Pirinyog, de hát még a csápja is megvan alkotva, tehát ennyire maximálisan. Szeretett, ha minden a helyén van, ugye? Természetesen. Egy kislánynak készül az a torta. Igen. Szóval most gondolkodom, hogy hova szerintem itt lesz a legjobb ideje. Fehéren. Valami, ugye? Igen. Ez ilyen nem annyira nehéz, szóval itt mehet a ragasztó is. Ezeket kinyomtatod, vagy ezek így kaphatóak már? Micsoda, a betűk? Ezek a betűk. Én szoktam mindent. Uh-huh. Van ilyen formám, és akkor az a, annak segítségével. Azért itt jó sok eszköz kellett felhalmozni az évek során, hogy az minden most már úgy működjön, ahogyan szeretnéd. Pontosan úgy van, ahogy mondod. Összehasonlítva a 18 vagy 10 évvel ezelőtti énedet a mostanival, hogy értékeled magadat? Fejlődtél? Milyen szinten fejlődtél? Mi az, amiben többet nyújtasz már? Természetesen mindig az ember fejlődik, és hogyha ennyi tanfolyamon veszel részt, akkor ugyanúgy, de mint ember is sokat változtam. Mi inspirál munka közben? Általában internetről szoktam meríteni ötleteket, de viszont a mindennapokban is mindig találok valami szépet. Nemrégiben volt egy képet feltöltötte az ismerősöm, a vörös rózsáját hózápor után, és mikor megpillantottam ezt a képet, én már is beindult a fantáziám, hogy lehetne ezt tortán megművelni. Szóval így, mindennapok is benne vannak. Most egy kis színezéket fogok ide kiszórni, és fehér alkohollal fogom egy kicsikét megkeverni, lágyítani. És el van készítve. Ez milyen alkohol? Hány százalékos? Házi pálinka. Én pipetám, és akkor ebből... Fekete színt fogunk akkor létre. Igen. És mi lesz vele? Ezekből szeretnék rajzolni egy olyat, hogy merre szállnak a katicabogarak, ilyen csíkocskákat. Aha, még ilyenre is gondoltál. Most már azért a hazai hobbi cukrászok is felfigyeltek rád, és ha jól tudom, akkor tortád is megjelent egy ilyen negyedéves magazinban. Igen, már nem első alkalomtán. Mi volt a kihívás? Vagy a felhívás, mit kellett alkotni? A magazinban gondolod? Igen. Egy angol rózsát kellett volna, szerettek volna, hogy megformázzak, és ezt tortán lefényképezte, lefotózta a férjem, és egy egész munkafolyamatot. Na, szerintem készen lettünk. Mesebeli lett. Köszönjük, Éva, hogy beengedtél a konyhádba, és kalauzoltál bennünket a tortakészítés rejtelmeibe. Van-e valamilyen üzeneted a nézőknek, hogy esetleg, ha valaki érez magában ilyen iniciatívát, hogy elkezd cukrászkodással foglalkozni, akkor hogy is kezdje? Nagyon szívesen örültem, hogy itt voltatok velem, és közösen véghez tudtuk vinni ezt a folyamatot. Természetesen mindenki, aki érez magában egy kis művészeti hajlamot, nyugodtan belekezdhet, és az én tanácsom, hogy ne adja fel, próbálkozzon, és nem sikerül elsőre, akkor másodjára, vagy többszörjére biztos sikerülni fog. Köszönjük szépen, Éva! Én is köszönöm, sziasztok! Viszontlátásra! Ja som začal čítať preto, lebo od malička som mal rád superhrdinov, ale vtedy bolo veľmi málo filmov o nich. No tak mi najprv babka kúpila knihu komiksovú, konkrétne Spidermana. To bola moja úplne prvá komiksová kniha a to ma doviedlo k tomu, aby som začal čítať komiksové knihy.
Tieto knihy by som odporúčil každému, kto má rád superhrdinov zo sveta Marvelu alebo DC. Moja úplne obľúbená kniha je táto tu, Justice League, Spravedlnosť. Tieto knihy sa píšu iba v českom jazyku, ak chcete, buď anglicky alebo česky. No ale v slovenčine komiksy proste nie sú. No táto kniha je o tom, ako mimozemšťania, konkrétne iba jeden mimozemšťan, ktorý sa volal Brainiac 1, napadol našu Zem a snažil sa ovládnuť celé ľudstvo. Zastavili ho tak, že ho zmenšili a zmrazili. A táto kniha má dve časti, prinesol som iba jednu na ukážku, táto je konkrétne druhá. A kde ide o tom, ako každá postava musí prekonať svoje vlastné prekážky, keď im unesú ich najdôležitejších ľudí v ich živote, rodine, kamarátov. A potom ich musí zachrániť a spoločne zastaviť Brainiaca. Moja najobľúbenejšia kniha je Zimný palác, pretože je to historická kniha a ja mám veľmi rada históriu. Je to o troch Tatianách z 19. a až 21. storočia. Ja mu mám rada, lebo sú tam také tiež dojímavé scény a aj zaujímavé. Moja najobľúbenejšia scéna bola vtedy, keď popravili cárskú rodinu. A to tiež patrí do histórie. Ju preto rada čítam, lebo je naozaj zaujímavá a je plná emócií. Každému milovníkovi histórii ju odporúčam. Malého princa odporúčam pre citlivých ľudí a Nekonečný príbeh by som odporúčila takým čitateľom, ktorí majú radi fantáziu. Mňa zaujala vtedy, keď Atrej povstal, aj keď nemohol. A preto, lebo bol veľmi statočný. Knižky sú zábavné a veľmi ich mám rada. Rád čítam preto, lebo ma to inšpiruje vo futbale, že aby som lepšie hral futbal a vlastne preto som si vybral tieto knižky. A sú to aj také vtipné, aj dobré, lebo je tam rozpísané všetko, čo treba. A sú tam aj zábavné úlohy na konci a na začiatku a preto je to podľa mňa veľmi dobrá knižka. Tri diely tu sú a ešte mám štvrtú, čo som ešte neprečítal. Prvý diel je Prihraj Carlos a každý diel má iné meno. A vlastne je to Carlosovi, ktorý sa dostal z nejakej malej dediny v Uruguayi, sa dostal do veľkej akadémie, s ktorými vyhral aj šampionát, aj ligový pohár. A hrá tam zápasy, je tam dobrý a všetci hráči sa na neho chcú podobať vo futbale aj. A vyzerá tak, že má hore na hlave čelenku, má dlhé kučeravé vlasy. Ešte keď hral v malej dedinke v Uruguayi, tam hral s kamarátmi každý deň na pláži. A vlastne tak sa dostal na tú akadémiu, že zachránil vlastníka tej akadémie z vody a po mesiacoch si vybavil tam miesto a tam si našiel veľa kamarátov. A v druhom a treťom už len rozprávajú o tom, ako sa im podaril ten šampionát a také. Lebo to je vlastne jeho denník, čo si píše.